A Madarászimre Egyesített Óvoda az Oktatási Hivatal Bázis intézményeként szervezi meg a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal közösen az őszi pedagógiai napokat, ami mindig egy hetes programsorozat Jászlánykun Szolnok megyében. Ennek keretében az óvodákban előadások, bemutató foglalkozások, konzultációk zajlanak. A Kúten úti óvodában Balajtin és Sütő Margit tartott intézményvezető helyettesként, szaktanácsadóként egy előadást a gyermeki motivációról. Hogyan is tudják motiválni az óvodáskorú gyermekeket a tevékenységekre? Mi mindennek kell lennie az óvodapedagógusok tarsolyában ahhoz, hogy a gyermekeket bevonzák azokba a programokba, amelyek a fejlesztésüket szolgálják? A Kúten óviban mese előadás is volt. Egy mesélés, verselés téma került sor bemutató foglalkozásra a Cica csoportban, amelyet Homoki Judit tagintézményvezető, gyógypedagógus, óvodapedagógus tartott. Itt kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek bevonása történt a mesetevékenységekbe, mesejátékokba, dramatizálásba, anyanyelvi játékokba, e köré fonta a felépítést a foglalkozásnak az óvónő. A szím óvodában a környezetvédelem, környezettudatosság, a fenntarthatóság volt a téma. A szím óvoda örökös zöld óvoda, emellett Jászajkun megyében zöldbázis óvodai intézményi feladatokat is ellát, így megyénk óvodáinak segít szakmai tanácsokkal az ott dolgozó óvónői kollektíva. A program sorozat a Kinizsi úti óvodában zárult. A Kinizsi utcai tagóvodában Molnárné Orosz Csilla tagóvoda vezető szaktanácsadó tartott bemutató foglalkozást. A környezet tudatosság területén bemutatásra került az a program, amelyet Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné Szentesi Mária óvodapedagógusok tehetségműhely vezetők alakítottak ki abban a tehetségműhely foglalkozás keretében, amelyet a fiúról apára program módszertanából építettek be a műhely munkába. Be. Nagyon fontos a motiváció. Nincs fontosabb most a mai világunkban, mint a fenntarthatóságra nevelés a gyermekek életében, de a családok életében is, hiszen nem téves a címa a programnak, hogy fiúról apára, hiszen itt az óvodás gyermekek példamutatásával a családokat is próbáljuk megismertetni különböző lehetőségekkel. A karcagi programsorozat ezt a négy tevékenységet foglalja magába, de jásznak szólnak megye több bázis intézményébe a karcagi óvónők is ellátogatnak. Nagyon fontosnak tartjuk a módszertanok megismerését, a jó gyakorlatok meglátását, beépítését a saját óvodai programunkba. Így mi is jártunk Szolnokon, Jászberényben, azokban a bázis óvodákban, akik ebben az időszakban a gyermeki motiváció témájában bemutató foglalkozásokat és előadásokat vállaltak. Karcagra a környező települések, Nagy Iván, Kisújszállás, Kunmadaras óvodáiból érkeztek a kollégák, de más időszakban is szakmai kapcsolatokat ápolunk egymással, és ilyenkor ők is kíváncsiak arra a gyakorlatra, amit mi itt megvalósítunk. Nagyon fontos, hogy a saját intézményünk 8 óvodájában működő szakmai munkaközösségek tagjai ezeken a foglalkozásokon részt vesznek, hiszen a gyakorlatból nagyon sok mindent el lehet lesni, meg lehet tanulni. Be lehet építeni a saját gyakorlatába az óvoda illetve adaptálni lehet azokból a programokból, amelyeket most látnak. Nekünk is nagyon sok olyan óvodával van kapcsolatunk, akik a tehetséggondozásban éleljárnak. Ennek keretében voltunk több helyen is. Építjük a saját műhely munkáinkat, foglalkozásainkat. A szolnokvárosi óvodákkal nagyon kiváló a szakmai kapcsolatunk az Óvodai Kiválóság Klub keretében. Ennek idén is lesz folytatása, így szeretnénk mi magunk is az ő gyakorlataikból beépíteni. Azt gondolom, nekünk nagyon széles körű a tehetséggondozó területünk, de mindig van mit Tanulni. Mindig vannak új lehetőségek, amelyeket egy kicsit elhozunk és beépítünk a saját óvodai programunkba. Úgy, ahogyan mondtam az előbb, itt a fiúról apára a környezeti tevékenységek beépült be. Ezen a területen picikét szeretnénk még szélesebb látókörrel rendelkezni, még több gyakorlati tapasztalatot beépíteni, hiszen az intézményünkben kialakított tehetséggondozó rendszerre nagyon sok óvoda kíváncsi. Az elkövetkezendő időszakban a Szolnokvárosi Óvodák szakmai napján fogjuk bemutatni a rendszerünket, ezen belül a természeti területen működő műhely műhelymunkáinkat tudtuk meg Gulyás Ferencnétől.